2010. január 1-e után, aki gépjárművet vásárolt vagy üzemben tartó lett, annak a biztosításkötési évfordulója nem január 1-e, hanem az adott társaságnál kötött szerződésének dátuma. Január 1-e csak azok számára jelent évfordulót, akik 2010 előtt vásárolták autójukat, és ebből már nagyon kevés van, jellemzően utánfutók, segédmotoros kerékpárok, valamint kisköpcent és öreg autók. Ezeknek a díja fog megjelenni november elején, és egy hónap idő áll majd rendelkezésre a változtatásra. Eddig lehet ugyanis ingyenesen felmondani a szerződést. December 1-ig fel kell mondani a szerződést, 30 nappal a forduló előtt, ez mindenkire igaz, hogy 30 nappal a forduló előtt kell felmondani a biztosítást. Nagyon érdemes megnézetni a díjat, mert létezik olyan biztosító társaság, nem is kicsi, hanem nagy, nagy állománnyal, hogy aki betölti a 65. életévét, az pótdíjazza, szinte duplájára viszi föl a díját. Úgyhogy érdemes megnézetni mindenképpen a biztosítást, nem csak a január 1-es évfordulósoknak, hanem mindenkinek az évforduló előtt 30 nappal tud váltani. Mindenki, minden biztosítást. Mészáros Rinaldo szerint a biztosító társaságoknál általában nem jelent előnyt, ha valaki régóta van ugyanannál a biztosítónál. Minden biztosító társaság annyiszor változtat díjat egy évbe, ahányszor csak akar. Vannak, amikor akcióba egy-egy társaság lemegy a díjjal, és valamikor meg fölmegy a díjjal, ez mindig a biztosító múlik, ezért érdemes mindig kitarifáltatni, mert korán sem biztos, hogy tavaly az a társaság, amelyiknél kötöttem, az olcsóbb volt, hogy most nincs olcsóbb annál. Ez attól függ, hogy a társaság hogy indexál, hogy emeli vagy csökkenti a díját. November 1-én teszik közzé a biztosító társaságok a jövő évi díjszabásukat. Az érintett autósoknak egy hónapjuk van arra, hogy eldöntsék, váltanak vagy maradnak.